Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. Ma április 9-e van, ami azt jelenti, hogy bőven benne vagyunk a szorgalmi időszakban, tehát az egyetemeken a hallgatók írják az éhákat, EH rövidesen jön majd a vizsgaidőszak, de persze a középiskolásokról se feledkezzünk meg, akiknek számtalan dolgozat nehezíti az életét, és valljuk be, ezek közül nem mindig sikerül mindegyik. Nem, nem arra gondoltam, hogy éppen csak ötös alán lesz, hanem hanem hogy csúfosan megbukik rajta az ember. És hiába tagadod, egy-egy bukásnak bizony van érzelmi hatása is, különösen akkor, ha az ember egyébként próbál mindent beleadni az adott képzésbe, és akkor is, hogyha előre tudtad, hogy az adott zh vagy vizsgánál ez fog következni, mert azért valljuk be, időnként lehetnek olyan körülmények, hogy nem sikerül tökéletesen felkészülni. <kül> Igen, dühítő, de inkább végezünk egy gondolatkísérletet, és szedjük kétfelé a lehetőségeket. Lehet, hogy sorsdöntő egy adott vizsga, vagy legalábbis annak érzed, de ennek ellenére valami miatt nem tudsz felkészülni rá, az okokat most hagyjuk. Elmész, megírod, tudod, hogy nem úgy sikerül, ahogy kellene, nem fogod elérni az elégséges, vársz néhány napot, amíg kiavítják, megkapod az eredményt, és <laughs> bizony, megbuktál. Hát nem egy felemelő érzés, de hát tudtad eddig is, hogy ez lesz. A B változat ugyanaz, mint az előzőnél. Nem tudsz felkészülni, elmész megírni az éhet, de aztán hazamész, és elkezdesz gondolkodni azon, hogy végül is arra a kérdésre adtál egy nagyon jó részválaszt, lehet, hogy ott is össze tudsz szerezni néhány pontot, meg ott is, és lehet, hogy ezeket figyelembe véve a tanár a végén megadja neked a kettest. Mert különben is egyeztettél az évfolyam társaiddal, és láttad, hogy ők is nagyon hasonló válaszokat adtak, már pedig ők felkészültebbek, tehát könnyen lehet, hogy annak ellenére, hogy nem tudtál rendesen felkészülni, mégiscsak meg lesz az elégséges. Aztán, amikor pár nap múlva belépsz a Neptunra, látod, hogy megbuktál. Ez pedig egy borzalmasan rossz érzés. De ha objektíven megnézed, a kimenetel szempontjából a két eset között az égvilágon semmilyen különbség nincsen. Nem tudtál felkészülni, tudtad, hogy meg fogsz bukni, és meg is buktál. Az egyetlen különbség, hogy a B változatban egy ideig élt benned a remény, és úgy érzed, hogy ahhoz a szinthez képes zuhantál egy hatalmasat. Erre az érzésre persze tesz még egy lapáttal, hogy látod, hogy az évfolyam majdnem felének sikerült az EH, még olyanoknak is, akikből egyébként egyáltalán nem nézted volna ki még az is lehet, hogy elkezdesz bűnbakokat keresgélni. Ott van például az az évfolyam társad, aki mellette ült, és te hiába súgtál le neki egy teljes feladatot, ő, amikor neked lett volna szükségedre, egyáltalán nem segített. Pedig tudtad előre, hogy ő ilyen, de azért reménykedtél. Meg azért valljuk be, ez nem egészen szabályos egy dolgozat esetén. Az is lehet persze, hogy teljesen igazságtalan a pontozási rendszer, de fél év elején ez ellen még felemelhetted volna a hangodat, sőt, az is lehet, hogy te megtetted, csak a többiek összességében nagyibben tettek az egészre, de akkor meg lehet, hogy azon kell elgondolkodni, hogy valóban jó suliban vagy-e. Még arra sem biztos, hogy hivatkozhatsz, hogy rosszak a jegyzetek, és ezt csak az utolsó pillanatban vetted észre nem, nem tudok tanácsot adni, hogy hogyan kellene viselkedni egy ilyen bukás után, mert hogy az a helyzet, hogy az egyetemen, amikor ilyenbe futottam, én is sokféleképpen és nagyon nehezen dolgoztam fel ezeket, de talán néhány támpontot érdemes figyelembe venni. Talán segíthet, ha tudatosítod magadban, hogy az A és a B opció között csak a remény volt a különbség, az pedig a kimenetel szempontjából egyáltalán nem számít. Tudom, kegyetlen érzés, de ez van. De azt is meg lehet nézni például, hogy ettől az eredménytől tényleg összedő le a világ. Lehet, hogy tényleg úgy érzed, hogy ez volt az utolsó lehetőség, mert hogy ilyen vagy ehhez hasonló tárgyat csak egy év múlva tudsz felvenni, addig meg ki tudja, hogy mi lesz. Ott a teljes bizonytalanság. De most inkább lépj hátra egy kicsit és gondold át, hogy akkor vagy éppen addig fent tudsz-e tartani a jelenleginél egy nagyobb motivációs szintet, hogy az segítsen majd átlépni ezeken a nehézségeken. De ha úgy látod, hogy nem, vagy hasonló esetek rendszeresen előfordulnak, akkor akár azt is átgondolhatod, hogy ez a képzés tényleg neked való-e. Egyébként lehet, hogy a képzés igen, csak egy másik suliban kellene megpróbálnod. Persze, persze, tudom, mit közel van az egyetem, már van egy kialakult kapcsolatrendszered a másik intézményben pedig lehet, hogy fel kéne venni előről tárgyakat, mert nem ismerik el a korábbiakat, sokkal nagyobb felkészülést igényel, hogy ott be tudj illeszkedni. Bizony, ezek a tényezők mind-mind bekerülnek egy mérleg serpenyőjébe, aztán döntenet kell. Abban viszont biztos vagyok, hogy az, ami ma dühít, az kellő idő elteltével visszatekintve sokkal kevésbé lesz borzasztó. Mindezek fényében kívánok nektek sikeres zh vizsgákat, vagy éppen dolgozatokat. Sziasztok!